Miután Alekszandar Vucic kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz államfő telefonon egyeztetett, helyreállt a gázállátás, és nincs szükség az udvarnoki tározó készleteire. Alekszandar Antić, energiaügyi miniszter megerősítette, nem kell a gáztartalékokhoz nyúlni, ugyanis Oroszországtól megfelelő mennyiségű gázt kapunk. Vucic és Putyin megegyeztek arról, hogy Szerbia 225 milliós gáztartozását három részletben törleszti Oroszországnak 2016-ig. A tervek szerint Belgrád az év végéig 100 millió dollárral csökkenti a tartozást, a hátralevő összeget pedig 2015 és 2016 folyamán kell kifizetnie Moszkvának. A törlesztés további részleteiről várhatóan a jövő héten írnak alá megállapodást. Mint ismeretes, október végén az orosz államfő meghagyásával a Gazprom 28%-kal csökkentette a Szerbiába szállított gázmennyiségét az adósság miatt. A belgrádi lapok arról cikkeztek, hogy Vucic nem kívánt eleget tenni az orosz kérésnek, és nem írta alá a szerb gáztartozás márciusig történik kifizetéséről szóró megállapodást. Ezért merültek fel a gázellátás kapcsán kialakult problémák, de a törlesztésre vonatkozó protokoll aláírásával megoldódik a gázkérdés.